Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Média Válogatott újabb epizódja, és ahogy korábban is tapasztalhatták, sportolók is szoktak vendégeskedni nálunk, és volt már eddig Ferencváros játékos, de most egy olyan alak van itt, aki egy igazi legenda, Ferencváros egyik igazi legendája. Hölgyeim és uraim, itt van velem, Zúriák Csöpi. Szia Csöpi, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Csöpi, kezdjünk mindjárt a legelején, ennek a műsornak általában az a szerkezete, hogy nézzük meg a vendégnek a gyerekkorát, és azt szeretném kérni tőled, hogy mesélj arról, hogy milyen voltál gyerekkorodban, milyen volt a kis Csöpi, és mióta vagy Csöpi? Hát nagyon kellemes gyerekkorom volt, pestkörnyéki kis Vápfaluba nőttem fel Ikladon, és a sportutcába születtem, tehát az utcánkban volt a pálya, ami meghatározta az életemet, tehát ott nőttem fel a futballpályán. Azt mondom, hogy nagyon szép gyerekkorom volt. De csenevész gyerek voltál, vagy egy jó gyerek voltál? Miért emlékszel? Hát arra emlékszem, hogy jó tanuló voltam, de mindig a magatartásból voltak rossz helyen. Mert egy ilyen hiperaktív gyerek voltam, tehát aki állandóan mozgás volt, az iskolapadban se tudtam nyugodtan megülni. De egyébként állandóan mozgásban voltam akkor is, úgyhogy mindig sikerült az élevezetnem ezek. És akkor is már a foci központi szerepet játszott az életedben? Mint hát, hogy mondtad, a pályán nőttél föl? Igen, igen. Hát nyilván a foci pályán nőttem fel, de ott a kis falunkban volt egy ipari műszergyár, ahol nagyon nagy sportélet folyt. Tehát ott volt NB1-s férfi kézilabda, NB2-es női kézilabda csapat is, úgyhogy a kézilabda is komoly szerepet játszotta az életembe a foci mellett, de hát a foci volt mindig az igaz szerelme. Aha, tehát hogy akkor akár elképzelhető lehetett volna, hogy te belőled mégis kézilabdázó is lehetett volna, ha éppen úgy alakul? Igen, hát elkerültem szakközépiskolába, Jászberénybe, és ott a testnevelő tanára kézilabdát favorizálta, és én 14 éves koromtól 16 éves koromig nem is fociztam, csak a suli csapatban, mert kézilabdáztam. Uh-huh. És állítólag sokkal tehetségesebb voltam, mint a fociba. Te jó ég! Ja, és akkor az iskola csapatunkkal például a kézilabdába országos döntőbe jutásra játszottunk. Az akkori Szegeddel vert ki minket, aki a kompletifi válogatott volt, és akkor engem nagyon el akartak vinni Szegedre kézilabdázni. Uh-huh. De aztán volt egy edző Jászberénybe, egy foci edző, aki addig ostromolt, hogy átcsábított a focistákhoz, és nem bántam meg ezt. És egyébként akkor, amikor edzésről volt szó, akkor ezt a csenevészségedet, ezt félretetted, és azt nagyon komolyan gondoltad, vagy esetleg még gyerekkorodban így volt egy-két kilengés így az edzést illetően? Nem, hát edzeni mindig szerettem, és nem is hiányoztam soha edzésről, tehát egy magas, vékony srác voltam. Hát az edzéseken komolyan vettem mindig, mert voltak céljaim. Emlékszem, hogy gyerekkoromban Ikladon, hát a 70-es évek elején lejött Szepesi György és Sebes Guszti bácsi, tele volt az ikladi művelődési ház, és az aranycsapatról beszélgettünk, és akkor ott mondta Sebes Guszti bácsi, hogy reméli, hogy itt ül valaki, akiből majd egyszer magyar válogatott lesz, és akkor én bennem ez úgy megragadt, hogy én szeretnék az lenni. Ez volt az a pillanat, amikor te eldöntötted, hogy te focista leszel, és a válogatott. Igen, igen, és az hiányzik az a két év, amikor csak hobbi szinten fociztam, tehát 14-től 16 uh-huh. éves korig, így utólag edzői fejjel tudom, hogy az a kor, tehát a képzés szempontjából az a két év, amikor nem foci edzésekre nem jártam, az úgy hiányzik, de így is azért úgy gondolom, hogy sikerült elérnem a célomat. És ők is voltak a példaképeid, vagy kik voltak a példaképeid egyébként? A legnagyobb példaképem, aki miatt fradista is lettem, Szőke Pista volt, szegény, most temettük el nem régen. Gyerekkoromban már vonzottam a fradi után, és láttam egy fradi Dózsa meccset a tévébe, és akkor Szőke Pista annyira nagy hatással volt rám, nagyon jól játszott azon a meccsen, hogy tulajdonképpen ő volt a példaképem, és hát anyukámat is mindig arra kértem, hogy egy hetes számot varjon a pólómra, és hát abba mentem ki a pályára. Aha. Úgyhogy ő volt az igazi. És mikor kerültél oda a Ferencvároshoz? Hát végigjártam a Szamárlétrát, és 86-ba úgy kerültem a Ferencvároshoz, hogy kétszeres NB2-es gólkirály voltam Diósgyőrbe. Igen, ezt most láttam egy cikkben, hogy bárhova kerültél, te mindenhol gólkirály voltál. Igen, hát én, nekem ez volt a tudományom, még annak idején Rákosi Gyulától kaptam egy kabala figurát, amire az volt ráírva, hogy góllövés a tudományom, és ezt így otthon őrizgetem is, úgyhogy nem voltam egy zsonglőr, meg nem voltam egy nagy penge, de
azt, amit nem lehet tanítani, azt nagyon tudtam ott a 16-oson belül ezekre a nagyon tudtam érkezni a kapu elé, és egész jó százalékba sikerült a helyzeteimet kihasználni. Úgyhogy így a ifitől kezdve tényleg, amelyik csapatnál voltam, ott mindig házi gólkirály voltam, vagy akár gólkirály az országban. A média válogatott vendége Zúriák Csöpi, akivel hamarosan folytatjuk. Elmegyünk egy rövid szünetre, ne menjetek messzire, hiszen folytatjuk Csöpi további életével. És újra itt vagyunk, a média válogatott vendége Zúriák Csöpi, és Csöpi, beszélgetünk ugye a gyerekkorról, meg eljutottunk odáig, hogy akkor a Fradi kötelékébe kerültél, mert hogy ez már számodra egy eltökélt szándék volt. Mesélj ezekről az időszakokról. Emlékszel az első pályára lépésedre? Emlékszel az első edzésre? Ezekre az első pillanatokra? Hogyne, ez nagyon belém ivódott, mert egy gyerekkori álom vált valóra, mikor a Fradi megkeresett, és hát emlékszem, ahogy először beléptem az öltözőbe, ott a gyerekkori egyik nagy ikonom, Ebedli Zoli is, ő volt az első, amikor ott beléptem az öltözőbe, balra ott öltözött, ő volt az első, akivel kezet tudtam fogni, és hát az első edzéstől kezdve az első meccsre mindenre nagyon komolyan emlékszem, mert tényleg egy meghatározó élmény volt az életem. Neked nagyon színes a pályád, és nagyon nagy eredményeket sikerült elérned a pályafutásod alatt, de van esetleg olyan meccs, ami valaminél fogva nagyon emlékezetessé vált számodra? Hát nyilván az első bajnoki mérkőzésem a Fradi mezbe, az felejthetetlen számomra, és hát sikerült felejthetetlenné is tenni, mert 3-0-ra nyertünk az Alegerszegen, és az első két gólt én szereztem. Hát ennél jobb belépőről álmodni sem mertem volna, és hát ez is összejött, úgyhogy ez a mérkőzés, ez mai napig élénken él bennem. Babonás vagy egyébként ezekben a dolgokban? Tehát amikor pályára lépéskor volt valami szeánsz, vagy valami, ami így átfutott a fejeden? Hát különösebb babona nem volt, de én egy nagyon lelkis, ilyen készülő srác voltam. Tehát én így odafigyeltem a mérkőzés előtt az étkezésre, a pihenésre, tehát én próbáltam koncentrált lenni. De és az izgalom azért volt, vagy az átkonvertálódott harci szellemi? Nekem az mérkőzés hozta meg mindig azt a, tehát az izgalom az kell, anélkül nem tudsz pályára lépni, nincs megfelelő izgalom, de amint pályára léptem, ez elmúlt, és én az a típusú játékos voltam, hogy edzéseken nem voltam mindig olyan kimagasló, de amikor a mérkőzés volt, én ott tudtam igazán... Elemet benned. Igen, én egy jó versenyző típus voltam ilyen szempontból. És a foci tudásoddal kapcsolatban az előző blogban említetted, hogy te tudsz valamit, amit általában mások nem. Ez adottság, vagy ez egy borzasztó nagy szorgalomnak, nagy munkának az eredménye? Hát ez nyilván egy adottság is, de azt kevesen látják kívülről, hogy például elmennek a szélen a csapat, jön 10 beadás, én 10-szer elindulok a rövidre, és egyszer se jön oda a labda, de 11-szerre is elindulok, és akkor megtalálom a labdát, és abból sikerült gólt szereznem. Tehát én bennem az volt, hogy én mindig minden labdára elindultam, és éreztem azt, hogy hova kell mennem, meg mindig előbb indultam, mint a védők. Zsiborács Gabi barátom, Isten nyugasztalja, volt az, aki így meccsek után, hogyha sikerült felvételhez jutnunk, akkor kielemezte a góljait, meg amit kapott, vagy a védéseit, és akkor ő mutatta nekem egyszer, hogy például van egy szabadrúgás, és megállította a képernyőt, és mondta, hogy nézd meg, azt mondja, mindenki áll, hogy mi fog történni, egy ember van mozgásba, te. Igen. És ez az ütem, ez mindig elég volt ahhoz, hogy mindig egy picit előbb érjek oda, és hát kell ez egy érzék is, hogy számítottam rá, hogy hova jöhet a labda, és ezekre a kipattanó, lecsorgó labdákra, ezekre rá is csaptam. Csöpi, te most jelen pillanatban ugye edzőként dolgozol. Látod a jelenlegi futballisták között a Zúriák Csöpit? Keresem, de magyar mezőnyben egyelőre nem nagyon. De megtalálnád? Tehát tudod, mi az, ami a te kuriózumod volt? Igen. Van, igen. Például Mezőkövesden is van most az U12-ben egy kis srác, aki így emlékeztet rám. Hát ő is egy ilyen magas srác, kicsit magasra nőtt emberek. Én is voltam. A mozgásunk, a koordinációnk az nem a legszebb kívülről sokszor, és ez a kis srácban benne van az, hogy érti a kaput, és ő is mindig jó helyen van, és szoktam neki mondani, hogy nagyon rám emlékeztes, és legyenek komoly céljaid ebben a futballban, mert sokra viheted. Hát reméljük, hogy ez egy ugyanolyan bemondás lesz, mint amit te is kaptál annak idején, ugye, a mesterektől. Most megint elmegyünk egy rövid szünetre, meghallgatunk néhány dalt, és folytatjuk tovább Zúriák Csöpivel, még érdekesebb dolgokkal.
És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok vendége, Zúrják Csöpi, akivel már beszélgettünk nagyon sokat a fociról, hiszen ugye ő a Ferencváros egykori játékosa volt, de most egy picit próbáljunk meg a magánéletben is vájkálni, hogyha megengedett Csöpikém. Én nagyon sokat látom a közösségi médiában, hogy sokat utazol. Szeretsz utazni? Igen, hát nekem ez a szenvedélyem. Hát más nagy házra, meg nagy autókra költi a pénzét, én meg utazásra, mert ez a szenvedélyem, és hát a labdarúgó pályafutásom alatt nagyon sok helyre sikerült eljutnom, és hát megértem is nagyon sok helyen külföldön, hosszabb ideig, és nagyon szeretem ezt az utazást, nagyon szeretek új helyeket felfedezni, megismerni, új embereket megismerni, úgyhogy... Mi volt az a cél, ahova egyébként sikerült eljutnod, és nem gondoltad volna, hogy egyszer valahol ott leszel, és az volt az egyik legkülönlegesebb? Ki tudsz így emelni olyan célpontot? Hát sok célpont szerepelt a bakancslistámon, meg szerepel a mai napig is. Az egy nagy ajándék volt nekem, hogy Bicskei Bertalannal Malajziában tudtam élni egy évet, ott edzőként dolgozni, és akkor ott fel tudtam fedezni Dél-Kelet-Ázsiát, és az nagyon magával ragadott engem az a környezet. És említetted ezt a bakancslistát, amiről ez szerint már sikerült jó pár helyre eljutnod. Hova nem sikerült még, ami még fönn van a listán? Hát még Japán. Japán az egy nagy célpont nekem, az még hiányzik, de az öt földrészből azért már mindenhol jártam, úgyhogy... Aha. És mi az, ami vonz Japánban? Tehát mi az, ami ennyire? Hát eleve a kultúra, meg hát rengeteg filmet láttam Japánról, eleve a természeti adottságai is csodálatosak. Csordás Tibivel is készítettem interjút, és ő is Japánt említette, akár mehetnétek együtt is Tibivel, és hogyha ha már így az utazás mellé oda csapjuk a gasztronómiát, akkor mennyire szereted a finom falatokat, mennyire vagy ínyenc? Igen, én nagyon ínyenc vagyok, úgyhogy bárhová utazom, én mindenhol keresem a helyi specialitásokat, a helyi kis éttermekbe megyek, nem a turisták által látogatott helyekre, és hát imádom a különleges jó ételeket. És egyébként mindamellett, hogy az ízeket megkóstolod így az egészséggel kapcsolatban, azért vannak korlátozások, vagy jöhet minden? Nálam ételben nincsen korlátozás, tehát én mindenevő vagyok. Hát de jó evő is vagy? Tehát azon kívül, hogy mindent megeszel, jó sokat is eszel, vagy csak módjával? Sokan mondják, hogy már nem vagyok a régi. Például amikor kollégista voltam, akkor a konyhás nénik úgy hívtak engem, hogy éheske, úgyhogy nem mindig rá is pakoltak egy lapáttal, meg még mentem repetázni is, de hát jó evő voltam. Például egy nagy sztori volt, hogy elmentünk a Fradi öreg fiúkkal Ausztráliába, Cairnsbe voltunk egy ilyen szállodába, és az első nap svéd asztal volt, és mondják, hogy hát lementem én meg a Szántó Gabi reggelizni, és utána másnap már nem volt svéd asztal. Megszüntettétek a svéd asztalt? Igen, úgyhogy jó nagyokat tudok kajálni, de már most a betegségem óta már azért nem eszem annyit. És mi az, ami feltölt téged? Tehát mi az, ami kikapcsol, ami, hogyha olyan van, hogy kicsit feltorlódnak a dolgaid, akkor elvonulsz? Van ilyen tevékenységed, vagy ilyen helyed? A legutóbbi, amiben megtalálom azt, hogy teljesen ki tudok kapcsolódni, a biciklizés. Tehát kimegyek a természetbe, és sokat biciklizem. De jó. Egyedül vagy akár a párommal, úgyhogy ez igazi feltöltődés. Úgyhogy... Magyarországon vagy a világon? Hát, Magyarországát. Most például Miskolc környékét azt bebiciklizem, mert most a párommal én most nagy többségben nem Pesten, hanem Miskolcon vagyok. Igen. De hát most voltunk például a Balatonon biciklizni, a Tiszatót már többször körbe bicikliztük. Úgyhogy ez a mozgás most nagyon bejön nekem. Hát köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, Csöpi, és most még jobban behúzlak téged az utcánkba, mert hogy következik majd az a blokk, amire nagyon várunk, a titok, de addig egy néhány dalt meghallgatunk, ne menjetek messzire, hamarosan visszajövünk. És már is itt vagyunk a média válogatott vendége, Zúrják Csöpi, és Csöpi hozott nekünk valamilyen titkot. Mivel kapcsolatos a titok? Magánéleti vagy sportéleti? Azt gondoltam, hogy a sportból hoznék valamit, már lehet, hogy nem is annyira nagy titok, de például beszéltünk a Radiba való belépésemkor, és ott volt egy nagyon érdekes történet. Első edzőmérkőzésem a Fradi színeibe, elutaztunk Nyírbátorba, és hát én is ott mutatkoztam be első edzőmeccsem a Fradi színeibe. Elvégzem a középkezdést, a combomon megcsípett egy méhecske.
Ne. És tudni kell róla, hogy nem vagyok allergiás a mécsípésre, de volt egy olyan történet az életemben. De azért az fáj? Hát fájt, csak én azért ijedtem meg annyira tőle, mert gyászárok szállásra kölcsön adtak Jászberényből, és ott egyik csapattársam építkezett, és elmentünk segíteni, és dobáltuk a téglákat, és egy méhecske belerepült a hajam, ilyen nagy vörös göndör hajam volt. Na most ez a méhecske, ez permetezés után történt állítólag, és hogy a fejemen megcsípett, olyan rosszul lettem tőle, hogy akár meg is halhattam volna, és az volt a szerencsém állítólag, hogy a falu orvosa otthon volt, és rögtön ilyen ellenanyagokkal kizavarta belőle mindent, és utána egy napig bevittek a kórházba megfigyelés, és akkor én ezért féltem a mélycsípéstől, és hát elkezdtem. Azért egy kezdő rugásnál ez, amikor átfut az embernek az agyán, hogy... Igen. Hát megrémültem, és akkor elkezdtem sántítani, és akkor hát Jenő bácsi a kispadon felállt pipával a szájába, és akkor nézik, hogy mi történt az új igazolás első meccs első percében megsérül. Hát mi van itt? És akkor kérdezte, hogy mi történt? Hát mondom, megcsípett egy méhecske. Micsoda? A méhecske. És akkor mondtam volna, hogy de, nincs, de, na, takarod vissza a pályára. És akkor nem volt mit tennem, visszamentem, és utána hát végigjátszottam a meccset. És lőttél is gólt. És lőttem is gólt. Hát persze, így kell ez. Mi volt az a legnagyobb érdem, amit kaptál, amire igazán büszke vagy? Ez foci, vagy mondjuk edzői érdem? Akár lehet az is. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert végig nagy közönség előtt játszhattam, tehát Diós Győrbe imádott a közönség, tehát aki a gólokat ugye, azt mindenhol szeretni. Aztán a Fradiba is ugyanez megvolt, és utána, mikor Ciprusra is kikerültem, ott is gólkirály lettem, meg bajnok is lettem, és pont most volt egy meghívás, itt a 30 éve voltunk bajnokok Cipruson, és hát meghívtak, és úgy 30 év után is, hogy milyen szeretettel vesz ott körül mindenki, hogy ez ettől még most is libabőrös leszek. Elhiszem, ez tényleg ez egy fantasztikus dolog, és játék közben ez egy ilyen, tehát a közönség biztatása ilyen szintű segítség tud lenni a játékosnak? Igen, tehát mikor a Fradi pályán ott a Springer szobornál ott álltunk, hogy kivonultunk, hát én tombolt a közönség, én nekem nem is kellett volna melegítésre. Tehát melegítettünk, és akkor mondták, hogy csináld már rendesen, mondom, mit csináljak, mondom, hát én már kész vagyok, mondom, hát az adrenalin elindult, érted, és akkor nem is kellett bemelegítenem, mert annyira felspanulottam attól a légkörtől, attól a hangulattól. Persze, mert egyébként nyilván az emberek sokszor mondják, hogy nyilván a szurkolóknak a támogatása az mindenféleképpen kell, de mégis egy játékosi oldalról ez mégis mi játszódik le akkor, amikor mondjuk egy gólt lősz, és akkor egyszer csak megszólal a stadion. Ez fantasztikus érzés, leírhatatlan, tehát akkor egy olyan adrenalin szabadul el, amikor betaláltam ott az ülőúton, és hát önkívületbe elindultam, és akkor többször fölmásztam a kerítésre. Hiszem, szegény nézően ő is, most néztem vissza egy videót, és akkor ő is mondta, hogy na, zúrják, megint mászhat a kerítésre. És akkor erről nem is tudsz tulajdonképpen, mert ilyen önkívületi persze állapotba repülsz tulajdonképpen a persze boldogságtól. Persze. Biztos Krisztiánnak feltettem a kérdést, lehet, hogy butyut a kérdés, de azért mégis nekem nagyon mozgatja a fantáziámat, hogy Zúrják Csöpi, ha nem focista lett volna, ha nem sportoló, akkor szerinted mi lettél volna? Tehát mi az, amivel még affinitást érzel? Műszaki dolgok, művészeti dolgok? Hát műszaki dolgok nem, pedig műszaki pályára indultam, erős áramú szakközépiskolát végeztem. Például Ikladon, hát anyukám nagyon vallásosan nevelt, és például az ikladi lelkész nagyon szerette volna, hogyha egy lelkészi pályára megyek. Az érdekelt is volna. Aha. Inkább ilyen humán beállítottságú ember voltam. De aztán a sport meghatározta győzedelmeskedett az életemet, és akkor az egész életemet itt a futballba értem le. Hát pedig az a hit az működik benned nagyon erősen. Hát drága Csöpi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a műsorba. Remélem, hogy jól érezted magadat, és remélem, hogy a kedves hallgatók is élvezték ezt a beszélgetést. Legközelebb is hallgassanak bennünket. A média válogatottát itt hallották, a vendégünk pedig Zúrják Csöpi volt. Köszönöm szépen, Csöpi. Én is köszönöm.